Kedves nézőink, üdvözlök mindenkit az Atomcsill következő előadása alkalmából. Ezt az előadást a tavaszra terveztük be, de az akkor hirtelen beütő járvány miatt el kellett halasztanunk. Azt hittük, hogy az ősszel már megtarthatjuk normál körülmények között közönségnek. Sajnos a járványhelyzet miatt most is csak online előadásunk lehet, de remélem ez nem zavarja önöket, és mindenki megnézi és élvezi az előadást. Előadónk Asbolt János, régi kedves tanítványom, még emlékszem rá, amikor a 97-es gólyatáborba felmászott a fára. Ő jelenleg a Wigner Kutatóintézetben dolgozik, és a Műegyetemnek az elméleti fizikai tanszéken is tanít. Emellett a Nemzeti Kvantumtechnológiai Programnak a munkatársa. Ő nagy szakembere a kvantumelmélet modern alkalmazásainak. A modern az azt jelenti, hogy a utóbbi évtizedekben felbukkant furcsa, érdekes anyagok, kétdimenziós elektrongáz és hasonlóknak a elméleti leírásával foglalkozik, ilyen furcsa dolgokat mondta, hogy topológikus szigetelők. És ehhez kapcsolódik a mostani előadásának és a témája, mégpedig a topológikus kvantumszámítógépekről fog beszélni. Hát izgalommal várjuk. Az előadásomnak a címe, így véd meg a kvantum bitjeidet, a topológikus kvantumszámítógép. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Ez azt jelenti, hogy minden információ, amit létrehozunk, az előbb-utóbb semmivé válik. Hogyan tudjuk megvédeni az információt az enyészettől? Ez a probléma, ez már a régi egyiptomiaknak is problémájuk volt, akik kőbe vésték bele a hieroglifákat, de ez a probléma, ez a ma a kvantumszámítógép építő fizikusainak, mérnökeinek is nagy kihívást jelent. A mai egy órában ennek járunk utána, hogy mi az a stratégia, ami az enyészettől való megvédést segíti, ugyanúgy a hieroglifáknál, mint a kvantumszámítógépeknél. A központi gondolat az, hogy az információt az enyészettől redundanciával védhetjük meg, ez sokszorosan bebiztosított kódolást jelent. Például itt látunk egy fényképet, egy több ezer évvel ezelőtti egyiptomiak által készített rajzról. Ezen hieroglifákat látunk. És itt látjuk egy kicsit elmosodott fejű baglyot ott a kép jobb oldalán. Na most tudjuk, hogy ez bagoly, mert nem végtelen sok lehetséges jellel kell összehasonlítanunk, hanem van egy véges ABC, és csak annak a jeleivel kell összenézzük. Tehát látjuk, hogy nem kar, nem kinyújtott kéz, nem nád, hanem ez bizony egy bagoly. Tehát az ő bagolysága az sokszorosan redundánssal van kódolva. Látjuk azt, hogy egy hosszú farka van, hogy feje van, hogy lába van, és hogyha ebből egy kis rész elkopik, attól még az információ az megmarad. Ezt a sokszoros kódolást, a redundanciát a klasszikus számítógépek is használják. Az enyészettől a biteket a számítógép memóriájában szintén a redundancia védi. Azt, hogy egy bit az nulla vagy egy értéket tárol, azt nem egy darab elektronnak az állapota ábrázolja, hanem például a DRAM-ban egy kondenzátoron a töltés, nem egy darab elektron van az egyik vagy a másik lemezen, hanem 200 000 elektron van az egyik vagy a másik lemezen, így lesz a 30 nanofarados kondenzátornak a töltése, az 0 volt vagy 1 volt. Ez a töltés, ez lassan elfolyik az idővel, ugye a szárnyas idő elrepül, és az elektronok azok átszivárognak az egyik kondenzátorlemezről a másikra. Úgyhogy időről időre frissíteni kell ezt az információt. Ez a DRAM-ban a gyártótól függően, de például 64 millisekundumonként történik meg, maga a frissítés az 20 nanoszekundumig tart. Tehát 64 millisekundumonként meg lehet mérni azt, hogy hány elektron van az egyik kondenzátorlemezen, mekkora a feszültség, és a többség dönt elven, el lehet dönteni azt, hogy 0 vagy 1 van a bitben, és aztán rá lehet korrigálni, ha az elektronoknak elfolyt mondjuk 10%-a, akkor ezt vissza lehet pótolni. Tehát redundancia és rendszeres újramérés visszaírás. Kvantumszámítógépben is szeretnénk használni ezt a redundanciát és a rendszeres hibajavítást, de hogy tudjuk ezt megcsinálni? A probléma az, hogy egy kvantumszámítógépben a nagyon fontos szerepet játszik a szuperpozíció és az összefonódás, és ha mi folyton ki akarjuk olvasni az információt és újraírni, akkor pont ezt a szuperpozíciót és összefonódást rontjuk el. Kicsit utánajárunk annak, hogy mik azok a
szuperpozíció és összefonódás, és aztán megnézzük azt, hogy hogyan lehet mégis a redundanciát használni egy kvantumszámítógépben. Tehát a kvantumszámítógép az kvantumbitekkel kezdődik. A kvantumbitek a környezettől jól elszigetelt egyedi kvantumrendszerek, amiken műveleteket tudunk végezni. Azt gondolnánk, hogy kvantumbiteknek a legjobbak azok a természet adta környezettől elszigetelt kvantumrendszerek, és tényleg vannak olyan kvantumszámítógép megoldások, amik ilyen kvantumbiteken dolgoznak. Például vákumban lebegtetett ionok, azok szolgálhatnak kvantumbitek tárolóiként. Itt a baloldali képen a IonQ nevű startup által épített kvantumszámítógépnek a vázlatos rajza látható. Az IonQ saját oldaláról szedtem ezt a képet. Chris Monroe az Egyesült Államokból az egyik vezető kutatója ennek az iránynak, és ő hozta létre ezt a céget. De azt látjuk, hogy itt egyes atomok vannak, aminek a külső, legkülső elektronját leszakították, tehát ezek negatív töltésűek, és ezért ezek egy jó vákum kamrában, ezek elektromos térrel lebegtethetőek, egy kis chip fölött, és a kis chip fölött lebegő egymás mellett lévő atomok egy sorban vannak, ezek negatív töltősűek egymást taszítják, és ezt a taszítást lehet kihasználni arra, hogy az egyes atomoknak az állapotait összekapcsoljuk. Bennük a kvantumbiteket pedig úgy lehet tárolni, hogy a megmaradt legkülső elektronjukat, azokat különböző atomi pályákra lehet gerjeszteni külső terekkel. A IonQ azt állítja, hogy nekik már 32 kvantumbites számítógépük is van. Másik rivális kvantumszámítógép építők Ausztráliában, Michel Simons nevéhez fűződik, hogy ő az egyik vezető képviselője ennek az irányzatnak, úgynevezett Kane Quantum Computer, ahol szilíciumba ültetett foszforatomnak a magspinje tárolja a kvantum információt. A magspint azt meg kell címezni valahogy, itt egy hamis színes pásztázó elektromikroszkópos fényképet láttok, ki van jelölve a foszforatom. Az is látszik ezen a képen, hogy ez egy meglehetősen kicsi kvantum bit, tehát ennek az lehet majd az előnye, hogy ezt könnyen fel lehet skálázni. Egy chipen nagyon sok ilyen kvantumbitet lehet majd elhelyezni. Ugyanakkor ez a technológia kicsit le van maradva. Ők, mármint a Michel Simons által vezetett spin-off cég, a Silicon Quantum Computing, 2023-ra ígérnek 10 kubites kvantumszámítógépet. Pillanatnyilag azonban nem ezek a természet adta kvantumbitek a legígéretesebbek. Pillanatnyilag legígéretesebbek a szupravezető áramkörökből fabrikált kvantumbitek. Ezekre mutatok 4 példát itt. Itt a példák azok részint vezető tech cégektől jönnek. Az Intel, az IBM és a Google is épít kvantumszámítógépet ezzel a technológiával. Illetve a Rigetti nevét még fontos említeni, ők egy startup, de szintén versenyképesnek tűnnek. A Intel hangzatos sajtóbejelentéseket már tett, de sajnos az ő csipjei azok úgy tűnik, hogy nem elég jó minőségűek. Ugyanakkor az IBM csipjei azok jónak tűnnek, és online is elérhetőek, bárki beregisztrálhat, ingyen felfedezheti azt, hogy az IBM kisebb méretű kvantum csipjei 5-től 15 kvantumbitig, azok mit tudnak, és hogyan lehet ezeken futtatni kvantumprogramokat. A Google a UCSB segítségével szintén beszállt a kvantum chip építő versenybe, és az ő nevükhöz fűződik az eddigi legnagyobb áttörés, vagy mérföldkő a kvantum számítógép fejlesztésnek a terén. Ez egy tavaly nyáron elvégzett kísérlet volt, amit tavaly ősszel publikáltak, ez a kvantum fölény kísérlet, ahol építettek egy 53 kvantumbites chipet, és ezzel megoldottak egy olyan számítási feladatot, amit a legjobb hagyományos számítógépnek is sok ideig tartana megoldani. Hát ők több tízezer évet becsültek, azóta ez a becslés, ez lejjebb jött néhány napra, de még ehhez képest is az ő számítógépük az néhány perc alatt megoldotta ezt a problémát. De visszatérve erről a kvantumfölény kísérletről, a mi célunkra, hogy vajon a kvantumos hibajavítás hogy működik, még mielőtt rátérnék erre, egy picit illusztrálnék abból, milyen nehézségekkel kell szembenézniük pont a hibajavítás miatt a kvantumszámítógép építőknek. Akkor, amikor ezekből a szupravezető áramkörökből akarnak jó kvantumbiteket építeni, akkor nem elég jó gondosan legyártani az áramköröket. Itt láthatjátok az áramköri rajzokat bal oldalon.
hanem ezeket nagyon alacsony hőmérsékletre le kell hűteni. És persze azt gondolnánk, hogy alacsony hőmérsékletre van szükség, hiszen ezek szupravezetők, és tudjuk, hogy szupravezetés csak alacsony hőmérsékleten, Kelvin nagyságrendű hőmérsékleteken valósul meg, hogyha ezek ilyen hagyományos szupravezetők, alumínium vagy ilyesmi. De itt nem erről van szó, mert nem csak erről. Kelvinnél lényegesen lejjebb, 15-20 millikelvin környékére kell ezeket hűteni. Tehát a Kelvin nagyságrend az a csillagközi térnek a hőmérséklete. Ehhez képest egy 200-szor alacsonyabb hőmérsékletre kell hűteni. Azért, mert még akkor is, hogy a szupravezetők, akkor is még a hőmérsékleti kis zajok, azok megzavarják a kvantumiteknek a működését, és a beléjük írt információ az túl gyorsan eltűnne. Tehát alacsony hőmérsékletre van szükség, ehhez szükséges hűtőgépet látjátok itt a jobb oldali képen. A kép az nem a Google vagy az IBM-nek a kvantumszámítógépéről készült, hanem ez a Műegyetem F épületének alaksorában ott van hozzánk fizikailag legközelebb ilyen hűtőgép. Egy ilyen hűtőgép az hélium-3, hélium-4 keverékkel működik, körülbelül 1 millió dollárt kóstál, és aztán még a hélium-3-mal is fel kell tölteni, ami szintén jó drága. A hűtőgépről, a hűtőgép építéséről, ilyesmi, több információt találtok a Műegyetem kvantumelektronikai csoportnak a honlapján. Szóval kvantumbitek vannak, amik elég alacsony hőmérsékleten nem csak nulla vagy egy állapotban lehetnek, hanem a két állapotnak a szuperpozíciójában is. Erre valahogy úgy kell gondolnunk, hogy ez egyfajta kvantumos zizegés. A nulla és az egy egyszerre van jelen, vagy lehet rá úgy is gondolni, hogy valahogy kvantumosan fluktuálgat a bit a két állapot között. Ezt többféleképpen ábrázolhatjuk. Egy absztrakt nyelven mondhatjuk azt, hogy van a nulla meg az egy állapot. Ezeket ilyen függőleges vonal és kacsacsőr közé szokták írni a fizikusok, ezzel emlékeztetik magukat arra, hogy itt kvantumállapotokról van szó. És fizikailag egy ilyen kvantumbitet az tárolhat egy elektronnak a spinje, akkor például ha a spin fölfele áll, akkor az a nulla, ha lefele áll, akkor az egy. Vagy lehet gondolni arra, hogy van egy töltés kvantumbit, amikor egy elektron egy baloldali vagy egy jobboldali kis kvantumpöttyön van. Minden esetre a szuperponált állapotban egyszerre nulla és egy van, akkor ez a kis elektron az a nulla és az egy állapot között kvantumosan fluktuálgat. Ehhez tartoznak valószínűségi amplitúdók, ezeket alfával meg bétával szoktuk jelölni. Ezeknek a szemléletes jelentése az a mérésen keresztül derül ki. Amikor rámérek a kvantumbitre, akkor ezt a kvantumos zizegést ezt leállítom, és beugrasztom a kvantumbitnek az állapotát nullába vagy egybe. Tehát felkínálom a kvantumbit számára a döntést, vagy még inkább ráerőltetem a döntést, hogy akkor ő most vajon szint nulla vagy egy értékű, és erre ő alfa abszolút érték négyzet valószínűséggel azt mondja, hogy nulla, béta abszolút érték négyzet valószínűséggel azt mondja, hogy egy. Most azt, hogy ez az egész kvantumos zizegés, egyszerre több állapotban levés, szuperpozíció, az, hogy ez egyáltalán van, ez kénytelen, kelletlen fogadták el a fizikusok, ez egy nagyon furcsa állítás, a hétköznapi világban ilyet nem látunk, tehát hogyha a kezem itt is lehet, meg itt is lehet, olyat soha nem látok, hogy zizeg a két állapot között kvantumosan. De amikor azt próbálták elképzelni a fizikusok az 1900-as éveknek az elején, hogy néz ki a hidrogénatom, és azt mondta Bohr, hogy van egy atommag, az atommag körül kering az elektron, megengedett pályákon, akkor amikor próbálták ezt a képet egyre tovább és tovább vinni, pontosabb számolásokat végezni, és azokat összehasonlítani a mérési eredményekkel, arra jutottak, hogy kénytelenek vagyunk elengedni ezt a képet. Igazából az elektron az nem kering valamilyen pályán, úgy, ahogy a bolygó a nap körül, hanem valahogy kvantumosan zizeg, egyszerre több állapotnak a szuperpozíciójában van, ráadásul pont a hidrogénatomnak a külső elektronja, mert az egy darab elektronja, az egyáltalán nem is kering, hanem az valahogy csak így lebeg egy ilyen valószínűségi felhőben mindenhol az atom körül. Az ezt leíró, ennek a valószínűségi felhőnek a időfejlődését leíró Schrödinger egyenletért kapta Schrödinger a Nobel-díját. És ez a szuperpozíció, tehát az elektron egyszerre több helyen is lehet szuperpozícióban,
Ez még bonyolultabbá válik akkor, ha nem csak egy atomról beszélünk, hanem mondjuk egy molekuláról, ahol több elektron is van, amit beadnak az egyes atomok, és ezek az atomok nem csak, hogy egyszerre, ezek az elektronok nem csak, hogy egyszerre több helyen vannak szuperpozícióban, kvantumos izegésben, hanem ráadásul az, hogy hol van az egyik elektron, az függ attól, hogy hol van a másik. Tehát az egymástól függő szuperpozícióknak a leírása az klasszikus nyelven nagyon bonyolult, exponenciálisan bonyolult. Ez a nehézség az, ami megakadályozza azt, hogy bonyolult kémiai reakciókat pontosan tudjunk számolni. És valószínűleg ez a nehézség az, amit a természet a kvantumos összefonódás segítségével végül is le tud győzni, vagy meg tud valósítani. Néhány nagyon hasznos kémiai reakciónak pont ezek az összefonódott állapotok adják meg a hatékonyságát. Úgyhogy fontos dolog, hogy le tudjuk követni ezeket a bonyolultabb kémiai reakciókat is. Erről a kvantumos összefonódásról egy korábbi atomcsill előadást tudok ajánlani, amit szintén én tartottam, a kísérteties távolhatás, ami a kvantumtechnológia alapja. Szóval a szuperpozíció és az ebből következő összefonódás az nagyon fontos, ez új ablakokat nyit meg hatékonyabb a modellezés, hatékonyabb számolásnak a elvégzésére, de a környezeti zavarok, azok ezeket az ablakokat szűkebbre húzzák, a környezeti zavarok képesek a kvantumbiteket spontán megmérni, ez a mérés, ez beugrasztja a kvantumbitet, ezzel elrontja a szuperpozíciót, elrontja az összefonódást. Tehát a környezeti zavarok azok kétféleképpen jelennek meg. Itt, ha a környezet úgymond ránéz a kvantumbitre és beugrasztja őt, egy ezzel komplementer leírásban erre úgy is gondolhatunk, hogy a környezet összefonódik a kvantumbittel, hogy a környezet ad neki egy véletlenszerű fázishibát, Z-hibát, akkor történik egy beugrasztás, vagy a környezet az véletlen potenciálok segítségével megzavarja a kvantumbitet, esetleg át is billenti, ez egy ilyen X hibával reprezentálható. Ilyenkor a kvantumbit, ami alfaszor 0 plusz bétászor 1 állapotban volt, alfaszor 1 plusz bétászor 0 állapotba kerül. Ez kétféle hiba, mind a kettőnek megvan a maga veszélye. Feladatunk tehát, hogy ezt a kétféle hibát ezt valahogy szűrjük ki. Szeretnénk a redundanciát, redundáns kódolást és a rendszeres mérést alkalmazni kvantumszámítógépekben. Erre a megoldást azt a felszíni kód adja, surface code, nem tudom mi a hivatalos magyar fordítása, de ez egy jó fordításnak tűnik. Tehát a felszíni kód az megvalósít egyfajta kvantumos redundanciát. Úgy kell szétosztanunk a kvantuminformációt sok kvantumbit között, hogy közben az összefonódás segítségével a kvantuminformációt ügyesen elrejtjük a környezet elől. Tehát a környezet, ha így megméregeti az egyes kvantumbiteket, akkor ne tudja az általunk elrejtett kvantuminformációt kiolvasni, ezzel meg tudjuk védeni a környezetnek a mérő hatásától a kvantuminformációt, és ha a környezet belepiszkál az egyes bitekbe és átbillenti őket, az se legyen veszélyes. Ehhez az kell, hogy a bitek között egy ilyen robusztus összefonódott állapotot hozzunk létre, és akkor nézzük is meg, hogy ez hogy működik. Ennek a megnézésére gondoltam, hogy talán legjobb egy konkrét példával kezdeni. A felszíni kód legkisebb olyan példája, ahol már van értelme az ilyen kódolásnak, az egy olyan kvantum csipen valósul meg, ahol van 9 kvantum bit egy négyzet rácsban elhelyezve. Egy ilyen kvantum csipnek a kapcsolási rajzát látjátok jobb oldalt, itt ezek a kis szupravezető drótok, amik kanyarognak, ezek biztosítják azt, hogy az egymással szomszédos kvantumbitek között tudjunk kvantumműveleteket végrehajtani. Bekarikáztam feketével azt a 9 pöttyöt, azt a 9 kvantumbitet, amit itt a kvantuminformáció tárolására használunk. Azt is észrevetitek, hogy ezen a baloldali képen van 8 másik pötty is, ezek kék meg zöld színűek. Ezek is nagyon fontos szerepet fognak betölteni, majd nem sokára látni fogjuk, hogy mit. De most koncentráljunk a 9 feketével bekarikázott kis pöttyre. Ezek 9 kvantumbitet ábrázolnak, tehát a 9 kvantumbitet azokat beállíthatom, úgyhogy azok 0-át, 1-et,
vagy ennek tetszőleges szuperpozícióit tárolják. Ha mondjuk egy olyan konfigurációt veszünk, amit itt az ábrán is ábrázoltam, ahol a 9-ből 4 az egyet tárol, 5 kvantumbit pedig nullára van beállítva, akkor ezt vázlatosan így ábrázolhatjuk, vagy még egy kicsit leegyszerűsítve, itt a nullákat meg az egyeket el is hagytam, és csak sötét színezéssel jelölöm azt, ahol a bitnek az állapota az 1, és fehér marad az, hogyha nulla. És akkor ez egy olyan állapot, ahol mindegyik bitnek az állapota az vagy nulla, vagy egy. Ez egy különleges állapot. Egy általános állapot az ilyen állapotoknak a szuperpozíciója lehet. A felszíni kód szabályai szerint a logikai nulla és a logikai egy állapot mind a kettő ilyen egyszerű állapotoknak a szuperpozíciójaként áll elő. Ezeket a szuperpozíciókat látjátok itt. A felső sorban látható az a 16 állapot, aminek az egyenletes súlyú szuperpozíciója adja a nulla, tárolt nulla értéket. Az alsó sorban másik 16 állapot, aminek az egyenletes súlyú szuperpozíciója adja a tárolt egy értéket. Tehát 32 bázisállapotot használunk föl a kódban, de ez közel sem az összes lehetséges bázisállapot a rendszernek. 9 kvantumbit van, mindegyik nulla vagy egy állapotban lehet, ha csak a bázisállapotokat tekintjük. Ez 2 a 9-en állapot, vagyis 512. Ebből 32 állapot az, amit felhasználunk a kódhoz. Ez a 32 állapot annyiban is érdekes, majd ez a két 16-os szuperpozíció annyiban is érdekes, hogy ezekben a szuperpozíciókban, hogyha megnézzük, akkor minden egyes bitre, hogyha rámérnénk, akkor azok nullát vagy egyet tartalmaznak egyenlő valószínűséggel. Tehát ez a 16 állapotnak a szuperpozíciója van, erre gondoltunk úgy, hogy ez egy ilyen kvantumos zizegés, minden egyes bit az fluktuál a nulla és egy állapot között, 50-50% valószínűséggel van ebben vagy abban, de az egyes fluktuációk azok nem függetlenek egymástól, hanem a sok bit az korrelált módon kvantumosan fluktuál. De gondoltunk úgy is a kvantum chipnek erre a fluktuálgató állapotára, hogy ez olyan, mint egy spagetti leves. És tulajdonképpen ez a gondolata az, ami segít megérteni azt, hogy hogyan működik ez a felszíni kód. Ahhoz, hogy a spagetti levest meglássuk a kvantumbitek állapotai mögött, az be kell rajzolnunk néhány segédvonalat. Ezeket berajzoltam erre a chipre itt baloldalt. Ezek átlós piros vonalak, mégpedig úgy, hogy vagy az egyik, vagy a másik irányban vannak ilyen átlós vonalak, felváltva egyik-másik a egyes biteken. És azok az állapotok megengedettek ebben a spagetti levesben, ahol a tálon belül nincsen szabad tésztavég. Tehát szabad tésztavég vagy a tálból kilógva az alsó szélen lehet, vagy a felső szélen, vagy ha nincs is szabad tésztavég, az is megengedett állapot. Például bal oldalt fent látjuk a nullát tároló 16 bázisállapot közül az egyiket. Ezen, hogyha megvastagítjuk egy vonallal a átlós piros vonalak közül azokat, amik az egy állapotú kvantumbiten belül vannak, azt veszük észre, hogy itt egy zárt görbét kapunk. Tehát ez egy olyan állapota a spagetti levesnek, amikor egy darab spagetti van, és az egy kört alkot. Ez egy jó állapot. Nem jó állapotot kapunk akkor, ha a 4 kvantumbit közül az egyiket átfordítjuk egyről nullára, ez látható jobb oldalt, ugyanis ekkor egy nyílt végű spagettit kapunk, aminek az egyik vége ugyan a tálnak a felső végén lóg le, ami jó, de a másik vége a tálon belül van, ez nem megengedett. Jó állapotot kapunk viszont akkor, ha egy olyan spagettit veszünk, ami végig kigyózik a tálon, fent is és lent is kilóg egy-egy vége. Ezt látjuk a második sorban bal oldalt. Nem megengedett állapot az, amikor egy spagettit nézünk, ami végig kigyózik a tálon, de az egyik vége fent lóg ki, a másik vége pedig oldalt lóg ki. Tehát oldalt nem lóghatnak ki spagetti végek. Jó állapot az is, amit a legalsó sorban látunk, amikor a 9 kvantumbit közül 7 tárol egy értéket, mégpedig az a 7, amit meg van jelölve. Ezt ilyen spagettiként úgy értelmezhetjük, hogy van egy spagetti, amíg végig lóg a tálon, úgy, hogy a átlóg rajta, felső meg az alsó végén lóg ki, és van egy másik spagetti, ami pedig egy kört alkot. Nem jó, nem megengedett állapot van mellette, ahol
egy spagetti véglogot állon fent és lent, de a másik, annak a egyik vége az oldalt lóg ki. Ilyen módon megértettük azt, hogy mik a megengedett és nem megengedett állapotok a szuperpozícióban, és ha valaki nagyon szorgalmas, akkor végignézheti, hogy valóban a felső sorban, a nullát tároló állapotokban is, meg az alsó sorban az egyet tároló állapotokban is csak olyan spagetti pillanatfelvételek vannak, leves pillanatfelvételek, ahol teljesül ez a feltétel. Például, hogyha megnézzük a nullát tároló állapotok közül, megnézzük a második sor balról második felvételt, ott azt látjuk, hogy két vég lóg ki a spagettiből, de mind a kettő a tálnak a felső végén. Tehát a nullát tároló állapotok közül mindegyik tudja azt a szabályt, hogy nincs szabad spagetti vég a tálban, vagy nem lóg ki jobb vagy bal oldalon, de ezen felül a felső végen vagy nulla, vagy kettő spagetti vég lóg ki. Tehát a kilógó spagetti végek száma páros. Az alsó az egy kóduló állapotban, a kilógó spagetti végek száma a felső élen páratlan. Ugye ezen a kisméretű kódban ez a páratlan, ez csak az egyet jelentheti. És akkor ezzel meg is kaptuk azt, hogy min múlik az, hogy egy megengedett állapot az a nulla, vagy az egy halmazhoz tartozik. Azon múlik, hogy a kilógó spagetti végeknek a száma az páros vagy páratlan egy élen. Fontos, hogy a kódállapotok azok nem az egyes megengedett állapotok, hanem az összes megengedett állapotnak az egyenlő súlyú szuperpozíciói. Tehát a spagetti levest azért is mondom levesnek, mert erre úgy kell gondolnunk, hogy ez egy sokat bugyogó spagetti leves, ahol ezek a spagetti hurkok ráadásul ezek keletkeznek, vagy felszállnak a leves aljáról, megszűnnek, spagettik áthurkódnak egymásba, de szabad spagetti vég nem keletkezhet spontán a tálnak a belsejében. Nézzük akkor, hogy hogyan segít ez a konstrukció meggátolni a környezetnek a káros hatásait. A környezet káros hatásai a fizikai biteken, amit már korábban is láttuk, állhatnak egy mérésből, állhatnak egy átbillentésből. Tekintsük először az átbillentést. Itt a bal oldalon látszik az, hogyha egy megengedett konfigurációba a környezet belepiszkál, átbillenti a felső sor középső bitjét 1-ről 0-ra, akkor nem megengedett konfiguráció lesz. Ez minden megengedett konfigurációra igaz, bármelyik bitjét átbillentjük, nem megengedett konfigurációt kapunk, sőt, még ha két bitet billentünk át akkor is, két megengedett konfiguráció, persze kéve, hogyha oda-vissza billentjük az egyik bitet, de hogyha az egyik megengedett konfigurációból, ami a nullához tartozik, olyat akarunk csinálni, ami az egybe tartozik, akkor ehhez csak 3 bit átbillentésével vezet az út. Hát persze, mert az egyik féle konfigurációból bele kell tennünk egy olyanból, ahol páros sok spagetti ment át a tányéron, bele kell tennünk egy extra spagettit, ami átmegy a tányéron, ahhoz, hogy páratlan sok legyen, és egy spagetti, ami átlóg a tányéron, az 3 bit átbillentésével hozható létre. A méréssel viszont rámérhetünk egy ilyen megengedett állapotra, a megengedett állapot marad, de ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ez a megengedett állapot, ez a nulla vagy az egy értékhez tartozik, ki kell derítenünk, hogy hány spagetti vég lóg ki a felső élen, és ehhez 3 bitet meg kell mérnünk. Tehát vagy 3 bitet át kell billentenünk, ahhoz, hogy egyik állapot másikba átmenjünk, vagy 3 bitet meg kell mérnünk, ahhoz, hogy fülön csípjük, hogy a nulla vagy az egy tárolásában vagyunk. Mind a két káros hatást fülön lehet ezért csípni, tetten lehet érni, és rendszeresen végzett hibajavító ciklussal, kvantumműveletekkel lehet meggátolni. Az átbillentésnek a káros hatása az, hogy megjelenik szabad vég, tehát ezt úgy lehet fülöncsípni, hogyha elvégzünk olyan méréseket ezen a 9 kvantumbites csipen, ami mérések nem olvassák ki az egyes biteknek az állapotát, de azt megmérik, hogy vannak-e szabad végek ebben a spagettilvesben. Ezek a mérések, ezek Z-paritás mérések, 4 szomszédos
bitnek, illetve a széleken két szomszédos bitnek az együttes Z paritását kell megmérnünk, és abból tudjuk azt kikövetkeztetni, hogy ott van-e ilyen szabad vég, vagy nincs. Ha találunk szabad végeket, akkor pedig helyre tudjuk hozni a hibát, össze kell őket párosítani, és beiktatni egy extra kis spagetti darabot, vagyis átbillenteni néhány bitet. Visszacsinálni a környezetnek a zavaró hatását. A mérésekkel szemben pedig úgy tudunk harcolni, hogy a levest folyton kavargatni kell, vissza kell fluktuáltatni azokat az állapotokat, amiket a környezet kizárt azzal, hogy megmért egy kvantumbitet. Ha például a környezet rámért a jobb felső sarokban lévő kvantumbitre, és bevetítette őt a nulla állapotba, akkor fluktuáltatással el tudjuk érni azt, hogy visszakerüljenek a szuperpozícióba azok az állapotok, amik ott egyet tárolnak. Ezt a fluktuáltatást szintén paritásméréssel lehet elvégezni, mégpedig X paritásméréssel. Ezek a egymás után rendszeresen elvégzendő Z meg X paritásméréseknek a logikai rajzát, azt itt tüntetem föl. A képet azt egy érdekes cikkből vettem, 2018-as Quantum nevű ingyenesen elérhető folyóiratban megjelent cikkből, amit Bayreuther és társai írtak arról, hogy hogyan segíti ezt a hibaavító feladatot a gépi tanulás. Szóval azt látjuk ezen az ábrán, hogy itt vannak pirossal jelölve azok a kvantumbitek, amik tárolják az információt, ezek alkotják úgymond ezeket a spagettiket, és kékkel, illetve zölddel vannak jelölve azok a kvantumbitek, amiket ezekre az X, illetve Z paritásmérésekre használunk fel. Tehát a zölddel jelölt kvantumbiteket össze kell fonni az adott zöld négyzet négy sarkán lévő piros kvantumbita, és aztán megmérni. A kék kvantumbitekkel hasonlóan, csak azokat X-bázisban kell végrehajtani. A haladó kedvéért itt meghagytam az ábrából azokat a kvantumlogikai áramköröket, amik ezeket az összefonásokat és megméréseket végrehajtják. Ezeket látjátok jobb oldalt. És akkor visszatérhetünk ahhoz az ábrához, amivel kezdtük ezt a 9 kvantumbites példát. Ezt az ábrát egy 2016-os cikkből vettem, ahol Firstlaus és munkatársai, Delftiek, akik az Intellel működnek most is együtt, azért, hogy segítsenek az Intelnek jó kvantumcsipeket építeni. Szóval ők rajzolták le ezt a logikai áramkört, ezt a tervezett áramkört kvantumcsiphez, ahol most már látjuk azt is, nem csak azt, hogy ez a 9 feketével bekarikázott kvantumbit, ez az, ahol tároljuk a kvantuminformációt, hanem azt is látjuk, hogy ezeknek a zölddel és kékkel jelölt kis pöttyök, amik szintén kvantumbitek, ezeknek mi a szerepük. Ezek azok, amik ezt a rendszeres, órajelszerűen elvégzett hibajavító méréseket lehetővé teszik. A szupravezető kvantumszámítógép építők, tehát a Google, az IBM, a Rigetti, mindenki, aki szupravezető technológiával épít kvantumszámítógépet, az ezt a felszíni kódot próbálja megvalósítani. Ez bizonyítja ez a baloldali ábra is, de ezt mutatja a jobboldali ábra sorozat is. Itt a Google-nek a kvantum fölényt bizonyító csipjét láthatjátok. Az alsó képen látszik maga a csip, ez a Google-nek a sajtófotója. A felső képen pedig látszik a csipnek a logikai rajza. Ha kibontanánk a csipnek a dobozát, azt látnánk benne, hogy ebben egy négyzetrács mentén helyezkednek el a kvantumbitek, ezeket ábrázolják ezek a szürke X-ek. Éles szemüvek láthatják, hogy fent középen az egyik X az nem szürke, hanem fehér. Ez azért van, mert akkor, amikor elkezdtek kísérletezni, akkor azt a kvantumbitet nem tudták helyesen megcímezni, úgyhogy a tervezett 54 kvantumbit helyett csak 53 kvantumbites számítógép lett. És a kékkel jelölt kékkel jelölt kis téglalapok ezen a vázlatos rajzon, azok pedig lehetővé teszik azt, hogy a szomszédos kvantumbitek között kibe kapcsolható kölcsönhatást tudjanak létrehozni, és a szükséges kvantumos összefonódást létrehozó műveletek azok megvalósulhassanak. Tehát ez a Sycamore chip. Még azt is elmondanám, hogy itt
Ha már itt vagyunk és látjuk a csípről készült sajtófotót, ott van egy méretskála is. A 10 mm, ugye az 1 cm, az nem is olyan nagyon kicsi. Tehát egy ilyen szupravezető kvantumcsip az egész nagy, úgy tűnik, hogy a jó méretskála körülbelül a drótokkal együtt, ami egy kvantumbitnek szükséges, az itt körülbelül 1 négyzetmilliméter, tehát lényegesen nagyobb, mint a szokásos hagyományos számítógépben tárolt biteknek a jellemző mérete. Egy négyzetmilliméteren nagyságrendileg gigabit az, amit egy hagyományos számítógépen van, egy kvantum számítógépben csak egy kvantumbit. Hogyha egy akkora csipet szeretnénk építeni ezzel a technológiával, ami már értelmes feladatokra is hasznos, körülbelül 1 millió kvantumbitet kell, hogy tartalmazzon, 1000x1000, az akkor már egy négyzetméter felületű lenne. Azt nagyon nehéz lenne lehűteni a szükséges 10 millikelvin hőmérsékletre. Jó, tehát ez a számítógép fejlesztők előtti kihívás, de azért is van szükség 1000x1000 kvantumbitre, mert ezeknek a nagy része az arra szolgál, hogy ezen a felületi kódon keresztül megakadályozza a környezeti fluktuációkat, tehát ezt a redundáns tárolást valósítjuk meg, az egy logikai kvantumbitet azt szétosztjuk sok fizikai kvantumbit között, ehhez van szükség erre a négyzetrácsos áramkörre. Szóval szétosztjuk a kvantuminformációt, és rendszeres segéd kvantumbiteknek az összefonulásával, megmérésével tudjuk fülön csípni azt, hogy a környezet belepiszkálta a kvantum számítógépünkbe. Csak hogy miközben ezeket a környezet okozta hibákat javítjuk, mi magunk újabb hibákat okozhatunk. Mert akkor, amikor egy kvantumbitet megmérek, akkor ott mindig van egy mérési hiba, akkor, amikor egy kvantumbitet a szomszédaival összefonom, ott mindig előfordulhatnak kapuhibák. És ezek miatt, a mi általunk bevitt hibák miatt, nem biztos az, hogy ez a redundáns kódolás és rendszeres mérés, ez hoz valamit a konyhára. Ahhoz, hogy ez tényleg hasznos legyen, az kell, hogy az általam bevitt mérési hibák és kapuhibák, azok ne legyenek túl nagyok. Tehát nem csak sok kvantumbit kell a kvantumos hibajavításhoz, hanem jó minőségű kvantumbitek, illetve jó minőségű kvantum kapuk kellenek. Ezt a üzenetet, ezt John Martinis, akinek a képei van itt bal oldalt, a Google-nek a vezető kvantumszámítógép építője volt, idén nyárig, ő átigazolt most az ausztrál szilícium alapú kvantumszámítógép építőknek a táborába. Szóval John Martinisnak az üzenete, fő üzenete ez, hogy szükségünk van jó minőségre és jó mennyiségre is. Tehát egy kétdimenziós kis térképen lehet ábrázolni azt, hogy hol tartunk, ahol a függőleges tengelyen van a hibaráta. Ez a hibaráta, ez nem lehet túl magas. Tehát legfeljebb 1% hiba az, amit beengedhetünk. Ez alá kell lemennünk. 1%-nál kisebb hibákat. Csak 1%-nál kisebb hibákat engedhetünk meg, ahhoz, hogy működjön, hogy ne veszítsünk azon, amikor ismételten ráméregetünk és összefonjuk a kvantumbiteket. Ezen felül pedig sok kvantumbitre van szükségünk ahhoz, hogy szétszórjuk az információt közöttük. Tehát a jó út a valóban hasznos kvantumszámítógép felé, itt ezen a narancsárgával jelölt nyíl mentén vezet, ahol egyszerre növeljük a kvantumbiteknek, kvantumkapuknak a minőségét és a kvantumbiteknek a számát. Ez a akkor még a Google-nak dolgozó Martinis ábráján, ez a Google stratégiája. Szemben azzal a stratégiával, hogy csak úgy a kvantum csipen lévő biteknek a számát növeljük meg, persze nagyon jól hangzik egy sajtóközleményben, hogy a mi kvantum számítógépünkön már mondjuk 1000 kvantumbit van, vagy 2000, hiába, akkor, hogyha nem tudjuk megvalósítani ezeknek a pontos vezérlését, akkor itt a halálfejjel jelölt zónában vagyunk, ahol egy nagyon sok kvantumbitből álló, de nagyon gyorsan a környezeti zajok miatt nagyon gyorsan használhatatlanná váló rendszert kapunk. Tehát a Google-től Martinis elpártol, de attól még a Google-nek a kvantum számítógép építő tervei azok haladnak tovább.
Ugye 2019-ben megvalósították azt, hogy kvantum fölény kimérésével megmutatták, hogy túlléptek a klasszikus számítógépeknek a lehetőségein túl. Hát legalábbis egy nagyon jó specifikált próbafeladaton megmutatták. A következő feladat az, hogy a kvantumos hibajavítást is megvalósítsák, és aztán fel tudják skálázni a kvantum számítógép méretét, erre már valóban hasznos néhány millió kvantumbitet tartalmazó méretre. A Google-nek a fejlesztési tervét látjátok ezen az ábrán. Ezt a tervet ezt Hartmut Neefennek egy előadásából screenshotoltam le. Az előadást azt idén nyáron a Google Summer Symposiumon tartotta, itt nézhetitek meg ti is. Az előadásban magyarázza el, hogy hol áll most a Google, mik a közeljövőbeni terveik, és mik a távolabbi terveik. Itt látszik, hogy ők 10 év múlvára várják azt, hogy sikerüljön eljutni ehhez a 1 millió, pár millió kvantumbites hibajavított számítógépig. Tehát a felszíni kód, adok egy kis összegzést, vagy néhány extra kérdésnek a megválaszolását, amikre most nem tértem ki az időrövidsége miatt. Azt magyaráztam el, hogy lehet az információt szétdobni sok kvantumbit között, de úgy szétdobni, hogy az információ az a környezet számára ne legyen jobban hozzáférhető. Tehát egy ilyen fortyogó spagetti leveshez hasonlítottuk a kvantumcsipet. Egy kicsit technikai leírásban ez a sok kvantumbites állapot, amit itt létrehozunk egy kvantumcsipen, az hosszú távú robusztus összefonódást tartalmazó topologikusan rendezett állapot. Úgynevezett torik kód modellnek az alapállapota. Érdekes, hogy most felbukkant ez a topologikus szó, eddig sikerült elkerülnöm. Ez a topologikusnak azért nevezhető ez a kódolás, mert a 0 és az 1 állapotok közötti különbség az a topológia nyelvén fogható meg. Tehát egy olyan spagettileves állapot, amiben a spagettik azok átérnek a tányérnak a felső és az alsó vége között, abból átmenni egy olyanba, ahol nincs olyan spagetti, ami átmegy az alsó meg a felső végek között, anélkül, hogy szabad spagettivék legyen középen, az nem megtehető. Tehát a megengedett konfigurációk között csak úgy tudunk átmenni, hogy valamilyen drasztikus változást teszünk. A matematikának az ága, a topológia, ami azzal foglalkozik, hogy folytonos változtatásokat megenged, de ilyen drasztikus változásokat nem. Tehát például egy kockát, azt össze lehet lapogatni egy gömbé, de már az nem engedett, hogy a gömböt kilukasszam, és úszógumit csináljak belőle. És ezek a topológiának a fogalmai azok, amik segítenek ezt a kódot megérteni kicsit mélyebben. Hogy van kódolva itt a kvantumbit? Hát ezt láttuk, a felszínt, vagy hát a rendszernek a széleit összekötő lánc operátoroknak a várható értékében. Hogyan lehet bekódolni, kikódolni az információt, hogyan lehet megmérni azt, hogy most 0 vagy 1 az állapot, hogyan lehet beírni egy kvantumállapotot ebbe a kódolásba, ezt kvantumállapot injektálással lehet megvalósítani. Ezt most nem tudom elmagyarázni, de ha valakit érdekel, akkor utána tud nézni. És végül, amire szintén nem tértem ki, hogy hogyan lehet számításokat végezni a bekódolt állapotokon, mi végül is nem csak tárolni akarunk információt, mint ahogy egy egyiptomi hieroglifán, hanem az eltárolt információt manipulálni is akarjuk. És akkor itt attól függ, hogy milyen műveleteket kell elvégeznünk, hogy milyen kvantum műveleteket akarunk megvalósítani. Vannak könnyen és vannak nehezen megvalósítható kvantum műveletek is. Ezeknek a részletei azok itt felsoroltam a kicsit szakértőbbek kedvéért. És akkor az előadás vége felé kitérek még egy-két érdekes dologra. Az egyik az, hogy ez a topológikus kvantumszámítás, amiről eddig beszéltem, az úgymond szoftver szinten valósítottuk meg. Tehát volt egy kvantumcsipünk, amin voltak fizikai kvantumbitek, ezek olyan rendszerek voltak, amik nullát, egyet, vagy annak szuperpozícióját is tudják tárolni. Ezek itt a
legígéretesebb megvalósításban ezek kis szupravezető áramköri elemek, amikben például a szupravezető áram az tud óramutató járásával megegyezően, vagy ellentétesen is folyni. Tehát az egyes kvantum bitek azokban nem volt semmi topológikus, de az a mód, ahogy mi őket rendszerbe szerveztük, az a topológia nyelvén megérthető. De van a topológikus kvantumszámításnak egy hardware szintű megvalósítása is. Azért hoztam itt vissza a hieroglifákat, mert tulajdonképpen a hieroglifáknál is nem csak szoftver szintű védelem van, tehát nem csak az a védelem van, hogy a baglyot nagyon sok minden különbözteti meg a kígyótól, a fésültől vagy a náttól, nem csak egy valami, tehát redundáns kódolás, hanem hardware szintű védelem is van, nagyon kemény kőbe vésték bele ezt a baglyot, és ezért a kemény kő sokkal jobban ellenáll a környezeti hatásoknak. Tehát a topológikus kvantumszámítás is nem csak szoftver szinten valósítható meg, hanem hardware szinten is. Ehhez olyan jól kontrollált kvantumrendszerek kellenek, amikben topológikus gerjesztések jelennek meg. Ezt a 90-es években, illetve hát kicsit már korábban is, matematikusok kezdték el az erről való filozofálgatást. A bármilyen kifejezést ezt Wilczek alkotta meg, aki hát inkább fizikus, mint matematikus. Ezeknek a bármilyenoknak a fonogatásával lehet végrehajtani kvantumszámítást. Ezt próbálja meg ábrázolni, ez a jobboldali kép, egy ilyen költői kép. Ezek a bármilyenok, ezek kétdimenziós, topológikusan rendezett rendszerekben megjelenő gerjesztések, és akkor kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket úgy mozgatni, hogy ezzel kvantumszámítógépet tudjunk csinálni. Ezek a 80-as, 90-es évek munkái, ezek még nem adtak erre választ, de aztán a 2000-es éveknek az elején volt néhány áttörés, és kitaljabb munkája révén, itt egy olyan felismerés tört rá a fizikusokra, hogy ezt a fajta topológikus kvantumszámítást tulajdonképpen meg lehet valósítani egyszerű rendszereken is, mégpedig félvezető nanopálcákból álló rendszereken, vagy félvezető dróthálózatban, hogyha ezeket a félvezetőket szupravezetőkre teszik, és ezzel proximitizálják. Ezekben a rendszerekben is ilyen topológikus gerjesztések jelennek meg, ezeket majorán az éromódusnak hívják, és nem sokára az atomcsősorozatban is hallani fogtok ezekről, hiszen december 10-én Széchenyi Gábor a rejtélyes Majorana részecske nyomában címmel fog előadást tartani ezekről a Majorana az éromódusokról. Szóval van a hardware és a software szintű topológikus kvantumszámítógép is. Ez a hardware szintű topológikus kvantumszámítás mögé beállt a Microsoft, eleve már a 90-es évek matematikusainak egy jó része is nekik dolgozott, az úgynevezett Station Q keretében, és ez a félvezető dót hálózatokat is a Microsoft fejleszti. Ez a fejlesztés ez még kezdeti stádiumban van, tehát a hardware szintű kódolásban még nincs egy kvantumbit sem. És a Magyarországon folyó kvantum számítógéppel kapcsolatos kutatások is nincsenek olyan fejlett állapotban, mint az előbb hozott példák, ezek az amerikai tech cégek, vezető amerikai egyetemek sokkal nagyobb erőforrásokkal, nagyobb felhalmozott kísérleti tudással rendelkeznek, de Magyarországon is folyik nem csak elméleti, hanem kvantum technológiai kutatás is. Egy kiválósági programnak a keretében, a Nemzeti Kiválósági Program kvantum technológia alprogramjában fut 2017 és 21 között, tehát nem sokára lezárul a Hunkutechnek a munkája. A munkának a címe az kvantum bitek előállítása, megosztása és kvantum információs hálózatok fejlesztése. Az összefogja ez a munka a ELTE, a Műegyetem és a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak a kvantuminformáció fizikai feldolgozásával foglalkozó csoportjait, illetve bekapcsolja a MTA ELK-t, aki a fizikai megvalósítást, mint hogy gyártással járul hozzá ezekhez a kísérletekhez, és cégeket is a
A Nokia Bell Labs és az Ericsson, ezek nemzetközi cégek, amik Magyarországon is foglalkoznak kutatásfejlesztéssel, az ő csoportjaik is érdeklődnek a kvantumszámítások iránt, illetve a Femtonics és a Bonhangeri Electronics, két olyan cég, amik echte magyar cégek, és szintén kvantum számítás felé érdeklődnek, kvantum technológia felé szeretnének elmozdulni ezzel, vagy ennek a fejlesztésével beszállni, vagy ennek a gyümölcseit használni arra, hogy a saját maguk által gyártott gépeket hatékonyabbá tegyék. Ezzel elérkeztünk az előadás végére is, még összefoglalom, hogy mi az, amit ma hallottatok tőlem. Tehát nagy, elegendően nagy kvantum számítógép építéséhez szükség van a topológikus hibajavításra. Általában a hibák ellen a redundancia és az ismételt hibajavítás véd. A redundanciát azt láttuk az egyiptomi hieroglifáknál is. Az ismételt hibajavítás szükségességére pedig a hagyományos számítógépnek a RAM-jában tárolt információnak a példáján ébredtünk rá. Ezt a kvantumos módon megvalósítani, ezt a redundanciát és a hibajavítást, az nehéz, mert a mérésekkel belepiszkálunk a rendszerbe. Mégis meg lehet ezt csinálni ezen a trükkös felületi kódon keresztül. A felületi kódban egy logikai kvantumbitet szétszórunk sok fizikai kvantumbit között. A példát, amit néztünk, ott 9 volt ez a sok, de igazából arra kell gondolni, hogy ez több lesz, a pontatlanabból működő kvantumkapuk esetén több fizikai kvantumbitre van szükség, például mondjuk 400 vagy néhány ezer fizikai kvantumbitre. Ezeknek az együttes állapota ez egy bugyogó spagetti levesként érthető meg. Nem vagyunk olyan nagyon messze a kvantumos hibajavítás megvalósításától. A szükséges műveleti pontosság, ugye ez körülbelül 100% alatti érték, az már majdnem megvan, de ahhoz, hogy hasznos kvantum számítógép épüljön, ahhoz nagyságrendileg millió kvantumbit kéne egy csipen, hát ettől még messze vagyunk, most 53, 72 a Google által most gyártott kvantum számítógépen a biteknek a száma. Itt látok egy képet egy szintén tavalyi kvantum folyóiratban megjelent cikkből, Game of Surface Codes, azt ábrázolja a kép, hogy egy ilyen elképzelt sok százszor sok százas csipen, hogy kell megszervezni az egyes bekódolt kvantuminformációknak a tárolását, térben hogy kell elhelyezni, ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk aztán ezeket a kvantumbiteket egymáshoz közelíteni, egymással műveleteket végezni. A Google és az IBM is azt várják, hogy jó, feszes fejlesztési tervek mellett 10 éven belül már várhatjuk ezeket a nagyméretű kvantumszámítógépeket, és a fejlesztést azt Magyarország is próbálja valamilyen szinten követni, ez a Hunkutechnek a munkáján keresztül. És ezzel köszönöm szépen a figyelmeteket!